Alig, hogy megnyitottak az éttermek és vendéglátó helyek teraszai a 3,5 millió beoltott után, nem sokkal később már a 4 millió oltottról is megérkeztek a hírek. Ennek köszönhetően múlt szombaton, május 1-én életbe léphettek az újabb lazítás szabályai. Megnyithatták a vendéglátó helyek belső tereit is a védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégek előtt. A 4 millió beoltott után megnyithattuk a belső tereinket azon vendégek számára, akiknek van védettségi igazolványok. Nagyon jó volt, hogy a vendégek automatikusan felmutatták ezt az igazolványt, és akiknek meg nem volt, ők pedig teljesen elfogadták azt, hogy ők csak a teraszon ülhetnek le. Abszolút azt tapasztaltuk, hogy semmiféle hátrány nem származott abból, hogy valakinek van igazolványa, vagy nincs igazolványa, és elfogadták ezt a helyzetet, abszolút jogkövetőek voltak a vendégek. A kormány döntése alapján a nagyobb létszámú rendezvényeket az 5 millió beoltott után fogják engedélyezni, várhatóan május végén, így jelenleg maximum 10 főig lehet családi eseményeket szervezni. Mi úgy készülünk, hogy a június közepi lakodalmakat már meg fogjuk tudni tartani. Egyébként a lakodalmasaink lettek volna májusban, ővelük egy másik időpontot kerestünk a nyár folyamán. Az elmúlt hónapokat menü és ételkiszállítással vészelték át az éttermek, azonban, mint ahogy a Dunaparti vendéglő tulajdonosa fogalmazott, ez nagyon messze van az igazi vendéglátástól. Nagyon törekedtünk arra, hogy a munkatársainkkal együtt maradjunk, a csapatot összetartsuk, mert számítottunk arra, hogy ha nyitni fogunk, akkor nagy érdeklődésre tart számot a vendéglő, és sokan fognak jönni, és ez számunkra nagyon fontos volt, hogy mind a szakácsaink, mind a pincéreink velünk maradjanak, és azt mondhatom, hogy hál' Istennek ez a csapat megmaradt a régi embereinkkel. Kiegészítünk egy-két új kollégával, úgyhogy várjuk szeretettel a vendégeket. A nyitást követő első napok tapasztalatairól nagyon pozitívan nyilatkoztak a vendéglátóhelyek. Mindenütt arról számoltak be a tulajdonosok, illetve a személyzet tagjai, hogy a vendégek tudomásul veszik az érvényben lévő szabályokat, azokat betartva fegyelmezetten vették igénybe szolgáltatásaikat.